Rákóczi emlékérmet vehetett el többek között Varga Tamás székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes is pénteken délután a Városházán. Az elismerésben azok részesülhettek, akik anyagi támogatással és szervező munkával segítették a második Rákóczi Ferenc emlékmű felavatását Székesfehérváron. Egy országgyűlési képviselőnek nincs annál nagyobb öröm, mint hogyha segítheti a székesfehérváriak ötleteit megvalósulni. Ilyen ez a Rákóczi szobor is, bár a mi városok nem Rákóczi városa, de azért a Rákóczi úton egy Rákóczi szobor és Rákóczira emlékezni Nagy Benedek műalkotásával azt hiszem, hogy minden fehérvári szívét meg fogja dobogtatni. A még 2022. október 1-én felavatott szobor a pénteken aláír szerződés értelmében a Honvédség és Társadalom baráti kör tulajdonából átkerült Székesfehérvár önkormányzatának tulajdonába. Eleve úgy is indult, hogy ha az emlékmű elkészül, akkor mint vagyontárgyat átadjuk a városnak. Eleve, amikor a polgármesterről ez az első megbeszélés volt, akkor ez már így szóba került, hogy át. Végülis minden emlékmű, minden műalkotás, ami a városban van, minden a város tulajdonában van, tehát ezt is át szeretnénk adni, erre az alkalomra jöttünk most itt össze. Az ünnepségen részt vett Cserpalkovics András polgármester is, aki arról beszélt, hogy a Rákóczi szobor felavatása egy szép történet, ami valójában arról szól, hogy született egy ötlet, majd a közösség összefogott annak megvalósítása érdekében. Civil kezdeményezésként indult el maga az ötlet felkarolása, hogy legyen Rákóczinak egy szép szobra emlékműve itt a városban. Nagy Benedeknek köszönhetően ez elkészült, a Városgondnokság meg egy kis terecskét tudott létrehozni e körül. És azt hiszem, hogy ott a Rákóczi úton egy nagyon jó, különleges helyre egy nagyon érdekes, izgalmas szobrot sikerült elhelyezni a tavalyi esztendőbe. A városvezető hozzátette, az emlékművel a város bizonyította Rákóczi fejedelem és a szabadság melletti kiállását. Mint mondta, a szobor és annak környezete a városlakók kedvelt pihenő és találkozási helye lett.